A kormány kiemelten fontosnak tartja a közférában dolgozók megbecsülését, ezért az egészségügyi és az oktatási ágazatokat követően a kulturális szakterület béremeléséről is döntött a kormány. A művészeti szervezeteknél, a közművelődési intézményeknél és a közgyűjteményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszony váltásával párhuzamosan 2020-ban 6%-os béremelést hajtanak végre. Az intézkedés az állam ami és az önkormányzati intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakra is kiterjed. A 2020. évre ütemezett béremelés több mint 5 milliárd forint többletforrást jelent a szektornak, amely 2020. január 1-ig visszamenőleg megilleti a közalkalmazotti státuszból kilépő dolgozókat. A kulturális ágazat dolgozói közalkalmazotti jogviszonyának munkaviszonya alakítása egységes jogállást és egységes munkavégzését feltételeket teremt, az illetmény helyében lépő munkabér kialakítása pedig garanciát jelent arra, hogy az érintettek összességében nem kerülhetnek kedvezőtlenebb helyzetbe, mint amit a hatályos szabályozás számukra jelenleg biztosít. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásával és az ahhoz kapcsolódó béremeléssel rugalmasabb, a munkaerő piac dinamikusabb változásait követni képes munkajogi szabályozás jön létre a kulturális szektor egészében. A munkáltató intézményvezetőknek szélesebb mozgástere nyílik, hiszen a bértáblához immár nem kötött foglalkoztatás a minőségi közfeladat ellátás záloga lehet, valamint a foglalkoztatottak egy igazságosabb, a tényleges szaktudásuk és befektetett munkájuk szerinti bérezéshez jutnak.